Üdvözlök mindenkit! Kubinyi Enikő vagyok, az ELTE tudományos főmunkatársa, az etológia tanszéken dolgozom. Ebben az előadásban a kutyademencia tüneteiről és molekuláris hátteréről lesz szó. Ha valaki már látott céltalanul keringő idős, 10 év feletti kutyát, vagy olyat, aki eltévedt a lakásban és nem tud kijönni egy szék alól, vagy a sarokból, esetleg olyat, aki elfelejtette, hogy hol nyílik az ajtó, az valószínűleg kognitív diszfunkcióban szenvedő kutyával találkozott. Kutyademenciának, időskori elbotulásnak, vagy az angol megfelelő rövidítésével CCD-nek is nevezzük ezt a kórképet. Az orientációs problémákon túl jellemző tünet, hogy a kutya másképpen reagál a családtagokra. Például ritkábban üdvözli őket. Lehet, hogy időnként szobatisztasági problémák jelentkeznek nála, vagy felborul az alvás-ébrenlét ciklusa, amikor a kutya éjjel járkál, de nappal sokat szundikál. Minél idősebb egy kutya, annál valószínűbb, hogy hetente legalább egyszer találkozunk ilyen tünetekkel. A 15 év felettiek közel 70%-ánál előfordul legalább egy tünet. Ebben az előadásban a Geroscience folyóiratban megjelent kutatásunkat mutatom be, amelyet az amerikai Dog Aging Project-tel közösen folytattunk a kutyademencia molekuláris hátteréről. Ez a téma legalább két okból jelentős. Az egyik az, hogy a kutyák érzelmileg és gazdaságilag is nagyon fontosak a mi kultúrkörünkben. Európában 20 millióval több kutyát tartanak, mint ahány 15 év alatti gyermek él, és a legtöbben családtagnak tekintik a kutyákat. A lehető legtöbbet szeretnék megtenni azért, hogy a kutyájuk minél tovább és egészségesen élhessen. Az a törekvés, hogy egyre több ideig éljenek a kutyák, úgy tűnik, hogy sikeres. Az utóbbi 2-3 évtizedben 4-5 évvel is növekedett a családi kutyák várható élettartama. Ezen a grafikonon 11 tudományos publikációból gyűjtöttem ki, hogy meddig élnek általában a kutyák. Az első közlemény szerint, amit 25 éve publikáltak, átlagosan 7 évig éltek a kutyák, a 2020-ban megjelent szerint pedig 15-ig. Ennek többek között az is az oka lehet, hogy egyre elterjedtebbek a kistermetű kutyák, akik tovább élnek, mint a nagytermetűek. A képen a csivava sárga oszlopa minden tanulmánynál magasabb, mint a piros oszlopa a német dognak. Csak hogy minél tovább él egy kutya, annál nagyobb az esélye, hogy jelentkezik nála kognitív hanyatlás. Egy friss tanulmány szerint 10 éves kor előtt ez nem fordul elő, de utána meredeken nő az esélye. Ez nagyon rossz hír a kutyáknak és a kutyatartóknak, de a tudomány számára értékes. Az emberi demencia tünetei ugyanis nagyon hasonlóak a kutya demenciájéhoz. Feledékenység, tájékozódási problémák, mozgási nehézségek, ingerlékenység, alvászavar, halucinációk, vizelet és széklet visszatartási zavar. Az emberi demenciának sok oka lehet, például agyvérzés, de leggyakrabban 70-80%-ban Alzheimer-kór áll a háttérben. Ennek során az agyban béta-amiloid lerakódások halmozódnak fel, amik károsítják az idegsejtek működését. A demencia általában 60 év felett jelentkezik, és az idősödéssel egyre nagyobb rá az esély. A 90 év felettiek már közel fele érintett. Magyarországon körülbelül 200 ezer a betegek száma. Mivel az emberek egyre tovább élnek, az ellátásra szoruló betegek száma is egyre nagyobb. A kutatók persze minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a betegséget gyógyítani lehessen. De van egy probléma. Az, hogy a kísérletekhez alkalmazott állatok között természetes módon nem fordul elő demencia. Ezért az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmilyen komoly eredményt nem sikerült elérni a kór kezelésében. Vannak olyan állatok, amelyeknél megjelenhet az időskori hanyatlás, természetes módon is. Láttuk, hogy a kutyák is ilyenek, de a macskák, emberszabású majmok és a karcszárnyú delfinek is. Viszont ezeket az állatokat, mondhatjuk, nem lehet fogságban tartani. De nem is érdemes, mert a laboratóriumi ingerszegény környezet nagyon messze van a természetben megfigyelhető változatosságtól. Emiatt úgy gondoljuk, hogy a családi kutyák a legjobb állatmodellek a demencia kutatásához, mert hozzánk hasonló környezetben élnek és hasonló az életmódjuk. Genetikailag is változatosak. Egyrészt tehát azért kutatjuk a kutya demenciát, mert szeretnénk, hogy sokáig és egészségesen éljenek a kutyák,
de emellett az emberi öregedés kutatását is segíthetik, mint állatmodell. Az elmúlt években az ELTE etológia tanszék szenior családi kutya programjában azt vizsgáltuk, hogy hogyan öregednek a családi kutyák, és miben hasonlít az öregedésük az emberére. E programon belül létrehoztuk a Kutya Agy és Szövetbankot. Ebben jelenleg 168 kutya agyat őrzünk. Nagyon köszönjük a felajánlásokat azoknak a gazdáknak, akik életük egyik nehéz helyzetében a tudomány támogatása mellett döntöttek. A bank tudományos együttműködésre is nyitott. A Washingtoni Egyetem munkatársai is megkerestek bennünket egy ajánlattal. Kifejlesztettek egy olyan eszközt, amivel mérni lehet a kutyaagyban is az Alzheimer-kórral együtt járó, az agysejtek működését károsító beta-amiloid peptid szintjét. Mi 45 kutyaagyból mintát küldtünk az Egyesült Államokba, ők pedig megmérték ennek a peptidnek a szintjét. Azt találtuk, hogy minél idősebb volt a kutya, annál nagyobb volt a beta-amiloid peptid szint a vizsgált agyterületeken. A vízszintes tengelyen látható a kór és a függőlegesen a beta-amiloid szint. Három agyterületet vizsgáltunk, ezek a jobb alsó képen láthatók. Mindhárom agyterületen statisztikailag szignifikánsan pozitív volt az összefüggés a kór és a beta-amiloid szint között. De a kutyákról nem csak a korukat ismertük. Megkértük a gazdákat, hogy töltsenek ki egy kérdőívet. Megkérdeztük tőlük például, hogy milyen gyakran körözött fel alá a kutya cél nélkül, milyen gyakran bámulta a falat, előfordult-e, hogy beszorult bútorok mögé, vagy nem ismert fel ismerős embereket. Amikor összehasonlítottuk az így kapott pontszámot a beta-amiloid szinttel, azt találtuk, hogy minél nagyobb mértékű volt a kognitív hanyatlás, annál magasabb volt a beta-amiloid szint az agyban, ugyanúgy, mint az Alzheimer-kóros embereknél. Ez a két eredmény megerősítette, hogy a kutya kognitív hanyatlásának hasonló a molekuláris mechanizmusa, mint az Alzheimer-kóros embereké, és így jó állatmodell lehet a betegség kutatásához. Ha valakit érdekel az agybank működése, esetleg felajánlást is tud tenni, akkor a kutya.szövetbank@gmail.com címen tud jelentkezni. Végül megpróbálok válaszolni arra a kérdésre, amit a legtöbben feltesznek ilyenkor, hogyan előzhető meg a kutya demencia. Az egyértelmű okokat még nem tudjuk, emiatt van szükség a kutatásokra. De az biztos, hogy mivel a kutya demencia 10 éves kor felett jelentkezik, ezért a nagytestű kutyáknál nem kell rá számítanunk, ők az agyi funkciók leromlása előtt elhunynak más okokból. A vele született idegrendszeri betegségek is romolhatnak időskorra. Az egészséges testsúly, a kalória megvonás akár 2 évvel is meghosszabbíthatja az élettartamot, és elkerülhetővé teszi a betegségeket. Időskorban csökken az aktivitás, kevesebb táplálék is elég, és ajánlott lehet táplálék kiegészítőket is adni. A fizikai tréning rendben tartja a keringés, beleértve az agyi keringést is, de az agynak ingerekre, tehát mentális tréningre is szüksége van ahhoz, hogy ne sorvadjon annyira. Kerüljük a stressz helyzeteket is, mert ne felejtsük el, hogy az idős kutya sokszor rosszul hal, rosszul lát, megijedhet attól is, amitől korábban nem. És természetesen rendszeresen vigyük az idős kutyákat állatorvosi kivizsgálásra, mert a demenciaszerű tünetek hátterében sokszor más szervi okok, és gyakran fájdalom is van, ami csillapítható. Nagyon köszönöm azoknak a kollégáimnak a munkáját, akikkel megalapítottuk és működtetjük a Kutya Agy és Szövetbankot, és nagyon köszönöm a gazdák felajánlásait, önöknek pedig a figyelmet.